ebben az időben. Amikor Hungária várva várt béke nyugalmának örült, és ellenségei sehonnan sem háborgatták, a béke megbontója és a gyűlölet magvetője az ördög, egy Zách, más néven Zács nemzetségbeli, Felicián nevű éltes és őszülő fejű nemes szívének azt sugalta, hogy egy napon karddal ölje meg urát, Károly királyt, úrnőjét, Erzsébet királynét, és két fiúkat, Lajost és Andrást. Ezt a Felicianát a néhai nádor Trencsényi Máté emelte fel, végül azonban Mátét elhagyván a király mellé állt. A király őt szeretettel kegyébe fogadta, szabad bejárása volt hozzá, ajtaja akadálytalanul nyitva állt előtte. Amikor azután a király a királynéval és említett fiaival az úr 1330. évében május kalendéját megelőző 15. napon húsvét 8-a utáni szerdán Visegrádon a vár alatt lévő házában ebédezett, Felicián észrevétlenül belopozva odalépett a király asztal elé, és éles kardját kirántva hüvelyéből veszett kutyamódjára heves támadással könyörtelenül meg akarta ölni a királyt, a királynét és fiaikat. A szerencsétlen Felicián így esett tehát a felségsértés bűnébe. Az országot felbolygatta, saját családját kiirtotta, nemzetségét szégyenbe hozta és elveszejtette. A kutyáknak lett eledele, és eltávozván a világból az alvilág fogja lett, és a pokolba temették. A világ előtt szóbeszéd tárgya lett, és a hűtlenek számára tanulság. Alig hihető, hogy egy ilyen szörnyű tett egy napon megtörténhet. Ez az, hogy negyed ízik. Hát, az, hogy ennek a fia, meg a fiúnak a fia, meg annak a fia, még annak is a fia. Negyed ízik. De ha most minden Zácsot kiirtanak, hogy lesz azoknak fiúk? Hát, az öreg Isten tudja. Vigyázz a varrásokra! Megint lesz, aki tör a karját. Keselyüknek úgyis mindegy. Azok a szagra jönnek majd. Az három nap is lehet még. Május előtt foga van a napnak. Aztán lenne Dunaparton, erős is a szél. Oda kötik jól. Azt hallottam, a nagy tölgyfához állítják. Kardot. Azt nem értem. Hogy áll majd meg a kezében? Ó, talán addig a merevség szorítja, ez ne fél. Nézd csak. Látod? Kezdi már. Na. Na, jó lesz igyekezni. A
Az a jó, hogy a fia meg a lánya nem a mi gondunk. Az jó. Habár... Szép lány volt a Klára. Rony volt. Mi van, tetszett? Szét volt húzva mindig a varkocsa. Olyan bőre. Az a szép, ami kövér gusztusos. A férfiaknak csak az ilyen tetszik. Én tudom. Jó van. Jó vagy te nekem. Ez a lány meg úgyis darabokban van már. Neki a feje a kőnek, föl meg le vagy százszor egész Visegrádon. Hát... Órák óta húzatják a két kancával. Na jó. Vigyük. Ezt a mindenit még így is jó nehéz. Pedig ezt a 10 font belét még nem is lapátoltuk össze. Nem baj. Jó lesz ennek a kóc is, amit a helyére tömtük, legalább jól megszívja magát. Mihály, várj csak. Mi van? Akarok valamit. Mi a csuda jött rád, Rozi? Most így föl van öltöztetve. Most már megint zárts, Felicián. Alkalom volt. Na, hozzá le gyorsat újra. Így nem átadható. Komisz ember volt, én tudom. Mihály, csak még egyszer. Elég volt. Ha ezt nem tettem volna meg, egész életembe bántam volna. Mihály, ha majd egyszer lesz fiunk, ugye elmondjuk majd neki. Ha egyszer lesz, akkor elmondjuk. Na, menjünk. Ez történt tehát 1330. április 17-én, szerdán, Visegrádon, délután 2 órakor. A történet azonban korábban kezdődött, 6 órával korábban, bent a királyfiak lakosztályában. Endre királyfi szobája.
Rozán! Kicsi fenség, hát azt akarod, hogy csúron víz legyen? Nem, csak kiirtottam a gazlától kutyafejét a tárokat. Klára kisasszony mi volt? Igen. Köst fel, kérlek a hajam. Nem szárad meg a miselő. Ez Kár a kisasszonynak. Olyan fura ott. Milyen? Fura. Micsoda? Ahogy ketté van húzva a varkocsa, és közt azok a pihék, olyan pőre. Uramisten, pőre. Nem én mondtam. Hát ki? Hallottam. Egyik mondja a másiknak. Egyik mondja a másiknak. Konyhai beszéd. Cseréld ki a gyurcsot. Pőre. Felség, hát ez illetlen szó, nem szabad. Látod? Nem a konyhán hallottam. Aredj már. Felöltözünk, elmegyünk a misére, és megígérjük a jó istenkének, hogy jók leszünk, jó? Jó. Pőre. Az ebédlő. Jó reggelt, herceg. Jól aludtál, herceg? Nem, Cornelius. Rosszul aludtam. Nem aludtam. Taplón jártam. Zsizsik rágott bennem. Felkeltem, gyertyát gyújtottam én is. Ablak, nagy levegő. De megint jött a barna medve. Hátulról.
rá a két mancsát a vállamra, és rázott. Így. Kázmér, ne! Kázmér! Menj vissza! Miben? Miben? Mondd ki! Végig csöpögött a patyolaton. Istenem! Most aztán ott a csöpp. Elpirultál. Kerestelek a szobádban. Elfogyott a levegő. Április van. Csináld itt. Itt. Terítenek. Nem baj. Visszaélünk. Legalább látják majd, hogy akarok. Nem? Ezt szeretnéd te is, nem, hogy akarjak? Anélkül nem megy. Húzzam fel az ingemet. Szobában inkább. Itt akarom. Fenséget parancsol. A sógoromnak mondd ezt, vagy Lajosnak! Még Endrének is inkább, mint nekem. Én neked nem parancsolok. Ezt nem kellett volna. Jó. Csináljuk. Hús, állítatos pofával zabálni. Folyik a zsír a pofán le két oldalra. Ne is töröld, tunkolj! Imádkozz az Úrhoz előtte és tunkolj! Én belőlem úgysem lesz király. Krakkóban sem. Ulászló majd elsiratt. Sok lesz a vendég, alkalom a szerződéskötésre. Többet tudok használni a lengyeleknek egy szarkofágon, mint a drónon. Kázmér, Kázmér, ez a fajta mentalitás nem könnyíti a munkámat. Ha a gyógymódot, amit most alkalmazol, helyesen értelmezem, akkor te most erőt kölcsönzöl nekem. Részben. Másfelől meg elveszek. A rossz erőket elégetem. Újak jönnek. Lények. Amelyek a levegőben laknak. Leginkább az emberhez hasonlítanak. A déli szél fúj, érezni, mint úszik a testük. Itt. Mindenhol. Ennyi lényt úgyse tudsz elégetni. És Isten akarja-e vajon? Neked kell akarnod. Isten azt akarja, hogy elpusztuljak.
amihez csak hozzáérek, elsorvad. Kiég. Nem érzek semmit, nézd. Fenség. Nem fáj, mondom. Na, eredj be! Bocsánat, de kint úgy hallatszok, mintha... Rostellem magam. Azt hittem, nem nincs itt senki. Recsitáltam néhány izgalmas sort. Ha tudtam volna, akkor... Tessék csak, én éppen a hercegekért mentem. Á, most ne maradj! De... Hogy is mondjam? Vőlegény vagy, nem? Igen, herceg úr. Megszereztem a Vidius-t, kérdezett. Hallgass csak. Íme Corinna bejő öltözve rövid tunikába, kettős hajfonat a rejti nyakán a kivét. Várjál csak. Én nem is ezt akartam. Igen. Ritka szövésű finom tunikája nem sokat ártaz, mégis téptekezem, s védekezett a leány, védekezett akacér, noha győzni percre se kívánt. S ó, mikor ott állott ruha nélkül előttem, alakján szomjú szemem nem lelt egy makulányi hibát. Mély vállat láttam, mély dús karokat tapogattam, mély dagadón idomult emleje ujjam után. Eljegy Ulafi vers közben! Nyugas! Nyugas! S csókvert melle alatt mély tündök, lősima hast nyúlt, mély bujadús csípők, mély fiatal delicom. Ha engem akar, hercegséget... Nem jut eszedbe a szó? Vagy nem mered kimondani? Ön végül is azt olvas, amit akar. Azt recsitál, ami önnek jól esik. Én utálom. Ovidiust. Mit olvassak? Az a sok ostobaság a szentek életéből, amivel te tömöd magad megteküdni a gyomromat! Lajos, Endre! Gyertek! Itt a nevelőtök! Na, hát... Lajos... Mi az? Semmi. Nem ezt tanultuk. Szorulással ez, ha te mindenért rászólsz! Mia! Mia! Csak merre van? Mindenkivel ilyen kegyetlen vagy, kis lovag? Mindenkit megölnél? Nem, csak a tatárokat és a vlahokat. És Klárát? Őt nem. Ő mosdat, ugye? Szereted, ha magához szorít, mi? Herceg úr! Most meg mi bajod? Elnézését kérem. De én azért vagyok, hogy Európa trónjainak leendő örököseit keresztény uralkodókká neveljem. Lajos herceg! Ezt az országot az erkölcsnek kell összetartani. És a Szentírásnak. Ön maradhat Ovidiusnál. Bejő, öltözve rövid tunikába, kettős hajfonat a rejti nyakán a kivét. Kilenc óra. Zács Klára cellája.
az a hang. Megölt itt a koponyámba. Amióta jövök, nem megy ki belőle. Erre ébredtem hajnalba. Tud róla, király úr, hogy itt vagy. Zárcs Feliciánnak szabad bejárása van a palotába. Apám, ez a szent mise ideje. Át kell öltöznöm. Odébb van az. Miséig még bemegyek hozzá. Mint az ágyam fájából áramlana felém, azt éreztem. Folyton erősödik, fájdalmassá válik. És megláttam. Gömböcbe gabajodva ült, és lomha mozdulatokkal felén fordult. Béka volt. De szőrök nőttek a testén. Szemeiből zöldes lidércfény világolt. Amely házban ilyen szőrös béka megjelenik, ott hamarosan meghal valaki. Apám. Várj csak. Rávetettem magam. Rátérdeltem a hideg testére. Hatalmas bömbölésbe kezdett. Nem is az volt. Mély és erős. Inkább lúnyerítéshez hasonlítanám. Fölkaptam, teljes erővel oda csaptam a kövezethez, úgy koppantak ára a vasgolyó. Tehetetlenségembe ide-oda rugdosni kezdtem, nem engedtem, hogy talpra álljon. Zöld varany nedvet lövelt ki a teste, és ez a nyúlos, bűzös váladék jelölte az útját. Fölkaptam a favágóval, tehát a varany talprát, és villám gyorsan nekem ugrott. Éppen a nyakamra, és megharapott. Itt. Fogai voltak? Én nem látok semmit se, apám. Ne beszélj, már ébren voltam. Ha valami történni fog, érzem, jön rám a forróság. Én is álmodom össze-vissza mindenfélét, apám. Az ördögért futottam volna Nógrádból, álmodok, ne bosszancs már! Ha nem meg a kezem még most is. Azt gondoltam, megszakadok, amíg lerázom magamról. Na, nincs bennem erő semmi. Örök időnek tűnt, amíg sikerült lefogni. Na, rátérdelek. Rávágok a fehérre a balta fokával. Nem láttam még ilyet soha, zöld vére volt. Ráfröccsen az arcomra, ütöm, vágom, ahol érem. Földaraboltam. Levágtam a lábát, fejét. Végén már csak egy alaktalan, nyúlós, bűzös zöld tömeg feküdt előttem. Sereg összegyűlve. Nem jó jel lesz, ha vasal föld előtt. Ki nevettél? Nem mondom el a királynak. Ugyanabban az időben Erzsébet királyné lakosztálya. Emlékszel? Anyikáé volt. Most megy a többi közé. A könyörület. Ez a keresztény királynék föladata. Beleverni a sok barbárba az adakozás erényét. A szeretet adóját legalább annyi harccal kell beszednem, mint Károlynak az 5/10-ét. Hogy gyűlölnek érte. Márpedig meg fogják tanulni.
Dobře sem čuješka, Žuježu. Kitűnően. Látom. Co sem stavu? Nic. Nikdy. Rossz kedvű vagy? Igen. Én kérdezem. Képtelen vagyok vele beszélni. Egyáltalán viselkedni. Kázmér, kivel? Istennel, Erzsébet. Istennel. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a temzelben, legyen meg a te akaratunk, ami minden napi kenyerünket. Látod ezt a legyet a homlokomon? Ezt is ő küldte. A legyek döngenek, muzsikálnak. A fülembe éneklik az ő üzeneteit. Táplálom a legyecskéket. Annyi lány tartunk a palotában, miért vagy te mindig egyedül? Annyi lányt. Túszként élnek itt az udvarban, mint azt tudjuk, hogy az apjukat féken tartsátok. És? Éheznek talán? Fogva vannak, vagy rongyokba járnak? Úgy beszélsz, mint Rendsényi Máté. Túszként. Melyik tetszik közülök, halljam? Micsoda? Te szerelmes vagy. Én szerelmes? Én szerelmes? Minek? Na mondd meg, ki az. Hát mennyi van nekem még hátra? Egy év? Kettő? Hát kitől várhatnék én ekkora áldozatot? Meggyógyulsz. Ha akarod. Kto to jest? Pomogecsi. Klára. Nie. Zács Klára? Na tessék! De te se félj, és Roberto se. Nem lesz itten semmi bonyodalom. Én szép csendesen elpusztulok, ne! Ez meg van írva. Őt meg hozzáadjátok a testőrök hadnagyához. Nincs kockázat. Hát próbáld meg vele. Aztán majd meglátjuk. Mi fele annyira se vagyunk szabadok, mint ezek. Károly számít rád a lengyel trón. Számít rám? Ne gondolj a betegségre folyton. Kazimierz, bratiszek. Jesz, jak bardzo cię lubię. Nem tudok vele beszélni. Ránézek, ereszkednek a térdeim. El nem ul a szám. Arra gondolok, hogy borzadt tőlem, mert beteg vagyok. Ha csak ezt megadná még az Isten nekem, egy órányi örömöt. Vagy nem, azt nem is akarom. Ha csak megcsókolhatnám az ajkát. Vagy megsimogathatnám az arcát. Vagy hozzáérhetnék a halántékommal a hajához. Kázmér, nem vagy koldus. Az első vagy a lovagok között. Miért ne hallgatna meg? Mondd neki, hogy tetszik neked. Hogy olyan az arca, mint a rózsa, meg ami eszembe jut ilyen. Nincs miért szégyenkezned. Na, én megyek gyónni. Fél tíz. A mosókonyha.
egész fennsík nem volt nagyobb, mint ez itt. És nem félt a kisasszony? Nem. Ha álmodok, sose félek. Olyan könnyű minden akkor. És az erdő? Nem. A kisasszonyék erdélyébe sötét tudám lenni nagyon. Még nappal is. Nem szeretem. Mindig attól félek, hogy előbukkan egy medve. Vagy valami. Tiszta lútből lettem. És ő egyszer csak előbukkant. Nem tudom, valahogy már ott volt régen. Mosolygott rám illetlenül. Lehúzta a harisnyáit és ledobta a köntösét. Uram Jézus! Szél sietett végig a fensíkon, és én elfordultam. Így. Gyenge érintést éreztem a vállamon, és megborzongtam a fülem mögött. Megcsukolt a kisasszony! A nyakamon. Úgy hittem legalábbis, de mikor visszanéztem, még mindig ugyanott állt, el sem mozdult, az ingét gombolta éppen, fürdette a mellét a szélben. És a kisasszony nézte. De ő nem látott engem. Elnézett mellettem, mint aki keres valamit. Futni kezdett körbe, majd megállt. Megint szaladt néhány lépést, és őrült gyorsasággal levetkőzött. Jézusom! Tépte magáról a ruhákat. Mesztelenül ott állt a mezőn, kitárt reszkető karokkal. A sár összecsókolta a lábát, a szél végig simogatta szilajul. Jézus! Csupa bujaság az álmom. Nem mertem még meggyónni. Az álom önmagában nem bűn. Csak a gondolkodunk róla, vagy gyönyörködünk benne. Nekem ezt mondta Franciszkus atya. 10 Paternoster, 10 Ave Mária, és kész a penitencia. Én gyönyörködöm bennük nappal is. Űznek ébre, le se kell hújni a szemem. Vírasztás fog kiszabni, majd meglátja. És kerülnie kell majd a herceget. Eddig is kerültem. Ugyanabban az időben Kázmér herceg szobája. Behúzódom egy sarokba, és órákig meg sem mozdulok. Ilyenkor úgy tetszik, mintha a levegő megsűrűsödne, akár az olaj, és minden ebben a puha meleg folyadékban úsznék. A szekrények fél oldalra dőlnek, vagy a mennyezethez közelednek. A tárgyak és az emberek között zöld golyók gurulnak. Csoportosan vagy magányosan, olykor összeverődve, másszor szétoszolva. Mindez kissé csiklandós. És egyben szédülést okoz. Na, ez a láz. A fürdő fog segíteni. Nem hiszel benne. De semmiben sem hiszel. A fürdő nem hit kérdése. A lázomban nem hiszel! Én abban hiszek, amit tapasztalok. A világban egyensúly van. Az, ha valahol megbomlik, ott zavar támad. Nevezd láznak, vulkánnak, földrengésnek, vagy egyszerűen zivatarnak. És hol az Isten ebben az egészben? Ő az egyensúly maga. És az én akaratom? Az szükséges a megbomlott egyensúly helyreállításához. Túl nagy erők munkálnak rajtam kívül. Istent eddig nem mertem elképzelni, ám ezt pedig nem bírom. Dehogy nem. Láz álmod éppen ennek az álombeli képe volt. A levegő, ahogy megsűrült, a szekrény eldőlt, ez mind az egyensúly. A zöld golyó sok küzdelem a betegséggel. Döntsd meg az asztal lapját, amikor rajta van egy tucat főtt tojás.
Egyik oldalra billented, megindulnak lefelé. Hirtelen a másik oldalra kapod, összeverődnek, és erre gurul mindenik. Egy lányt kívánni. Az is láz. Ott is az egyensúly bomlik. Nem hiszem. Állapot? Nem más állapot. Te igaz! Láz. Látomások. Sorvadás. Túl okos vagy. Ezért nem használ a fürdőd. De nem tudsz segíteni rajtam. Ugyanabban az időben Károly Róbert lakosztálya. Gyula fi. Gyűrkőzz, Gyula fi, mert betörlek! Nem bírom tovább, felséges vagy. Mert az uralkodót látod bennem. Képzelj, mondjuk, Zácsnak. Én rá gondolok ilyenkor. Ez kölcsönöz némi erőt. De Felicia jó barátunk, nem? Azt csak úgy mondtam. Ne aludj! Kegyetlen a világ! Minden mozdulatára figyelni kell. Föl! Riadság van benned. Most meg megértés. Tisztelet. Függés. Nem. Számolj inkább. Latolgass. Tégy mérlegre ügyeket. Küzdeni nem adni! Te! Nem jó! Harag volt a szemedben, ne! Keres! Keres rajtam gyenge pontokat. Ne azt nézd, aki vagyok. Aki majd nem leszek, mert nem bírok. Ez az! Ez az! Kezdem látni, hogy elém nézel. Nem a lábamat figyelek, hanem a következő lépésemet tervezed. Ez az, kezdesz ellenfél lenni. Ez az! Hideg öröm. Ez a döntő. Ez az. Jó! Jó! Most abba hagyjuk, még mielőtt komolyan kéne tőled tartanom. Ebben a szellemben okítsd majd a fiúkat. Ellenpontoz a jámborságot valahogy. Jámborságot? Na jó, persze, az is kell. De csak mértékkel. Köszönöm, felség. Bár én csak médium vagyok, de úgy érzem, hogy magam is növekedek bölcsességben egy-egy ilyen oktatás után. És nagyon sajnálom, hogy a királyfiak nem lehetnek egy ilyen óra tanulni. Jó, ez így. Még a végén átélnék. Egyelőre tiszteljenek és szeressenek. De tőled ezt nem várom. Na most nem mond semmit. Tíz óra. Endre királyfi szobája. Endre!
Bocsánat. Ne. Igen? Nemrég itt volt. Igen? Igen. Bocsánat, akkor nekem... Ne. Nem? Hát... Igen, ez. Igen. Endre! Ugyanabban az időben a konyha. Rozi! Mi van? Rozi! Mi van már? Rozika. Külön kertje van a Kázmér hercegnek. Ott sétál a selyem ruhájában. Nem is látni máshol olyat. Hosszú szárú kürt alakú virágok. A szirmuk meg, mint a fekete bársonyból volna. Talán Krakóból hozta őket. A sarokban meg liliombok volt. Óriás kelyhű fehér liliomokkal megrakodva. És ez az ismeretlen, édes illat. Csak szagolja az ember, is elakad a lélegzete. Vigyázz csak magadra. Vigyázz te, amikkel te fenyegetsz mindig. Mint akarsz. Hát... Rozi... Rozika... Rozi. Hát, fölgyújtom az apád házát, ne félj. Amikor az arany leánya benne veszik a szobájába, a hófehér párnák között. Amel lassan emelkedik föl, aztán belekap az ágyába a tűz, az én tüzet.
tüzes ágyban ébred fel. És a hófehér lábát is sötét barnára csókolja a piros tűz. És kopasz lesz a feje is, mert haja elég. Kopasz, hallod? Kopasz. Az ispány gyönyörű barna lánya csúf lesz. Kopasz. Nem sokkal 11 óra előtt. Erzsébet királyné lakosztálya. Hiszek egy Istenben. Éhes vagyok, igyekezzed. Mindenható atyában. Mindenható atyában. Mennynek és földnek teremtőjében. Mennynek és földnek teremtőjében. A mi Urunk egyszülött fiában. A mi Urunk egyszülött fiában. A Jézus Krisztusban. A Jézus Krisztusban. Ne! Kázmér, ne! Te is rettegsz? Mitől? Érzitek a halál szelét? Ne féljetek, Kázmér, csak bolondozni! Kázmér, misére megyünk! Muvírezni van? Talán a két szót. De mintha elfelejtettem volna magyarul. De ő is. Alig várta, hogy megszabaduljon tőlem. Rettek tőlem, vagy egyszerűen csak irtózik. Szaladjatok, Gyula. Úgy fogok meghalni, hogy nem érinthetem. Erzsébet, úgy fogok meghalni! Szuhaj! Zvoživám tam. Rozumieš? Az olvasó. Ott az imazsám olyan. Figyelsz? Visszaküldöm érte Klárát. Ahogy elkezdődik a mise. Ne félj semmit, nézz a szemébe. Ne kérj. Hamarosan király leszel, meg kell szoknod, hogy követelj. Érted, amit mondok? Csekálj, nányú, tudtáj.
Keres valamit? Igen. Mit? Az olvasót. Itt van. Siet vele vissza? Igen. Odaadom, tessék. Csak mondja meg, hogy miért kerül. Nem kerülem. De igen, kerül. Mert retteg tőlem. Attól tőlem, hogy magamhoz szorítom. Egy áttól elem, és hogy megcsókolom. Nem teszem meg, ne féljen. Tudom, hogy írtózik tőlem. Én nem sokára nem leszek. Mindenki beszéli. Hallhattam. Herceg úr. Én nem sokára meghalok. És maga sosem fogja megtudni, hogy mi volt az egyetlen vágyam, amíg éltem. Az, hogy ez a kéz. A keze! Narancsú, herceg úr! A kéz! Egyszer végig simítsam az arcomat. Kérem szépen, adja oda az olvasót. Odaadom, csak hadd mondok még valamit. Nem hiszem, hogy lesz rá még alkalmam. Többé talán sosem lesz rá. Ne mondjon nekem semmit, kérem, nagyon esik, vissza kell, hogy menjek a misébe. Most kell elmondanom, mert nem sokára meghalok. Úgyhogy most már nem kell, hogy titkoljam, hogy... hogy szeretlek. Mindig előttem van az arca. Az ajkad. És lehet fel a pihnék a nyakadon. Nem mondjuk nekem semmit, kérem. Egyszer, hogy menjek, és itt... Nincsen bátorságom, hogy belenézzek a szemedbe. De meg kell, hogy próbáljam. Belenézek a szemedbe. És megcsókolom a szád. Megyek a misére. A pihék. A pihék. A pihék a nyakadon. Dél van. Az ebédlő. Kázmér? Gyöngélkedett ma, de már üzentem érte. Bocsánatot kérek. Bocsánatot kérek. Jöve el Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. Ámen. Mi van itt ma? Mihály! Hazament a Klára kisasszony.
Hova az a? Hogy hazament? Ettől látták őt fölfelé futni az esőben. Arra van az Ács Felicia visegrádi kúriája. Uram Jézus! Na de hát ott voltam is én. Csak az elején. Visszaküldtem az olvasóért. Itthon felejtettem, és nem tudtam imádkozni. Na, és? Nem ért vissza a misére vele? Nem ért vele oda. Én... ezt megtaláltam. Ott feküdt a földön. Kihűl minden. Igen. Együnk. Zászlós úr! Mi ez? Ezt a képen. Hall, ugye? Gyere be! Gyere be! Mondd el, miért nem eszel. Mondjad, hallja. Na mondjad! Nem ír már le semmit. Miért is maradna? Mi történik itt? Hogy emelem én már a zászlódat? Fordítsa meg a sereget. Büdös vagy. Negyed ízig. Ne engedjétek a fattyakat se menekülni. Az idősebbik lánya meg az ura koppai lévában van. A vár előtt vegyétek a fejüket. Azoknak a kölykeit, ahol vannak, felkoncolni. Erzsébet! Erzsébet! Cornelius. Magához fog térni a királyné? Felség. Nem fogom tudni visszavarni az ujjait. Nem? Nem? Megcsonkolni! Mind a kettőt! Bátyám! Csak a hüvelykek maradnak! Két sárlókancát szerezzetek! A hajánál fogva oda kötözitek, aztán végig az összes utcán! Közben azt fogja kiabálni! Írja valaki! Azt fogja, így lakol aki! Mondjad! Mondjad! Így lakol aki!
Hűtlen a királyhoz. Lapát oltasd össze. Teljes zászlós úri göncét ráadni, egy órát kaptok. A vár előtt a parton. Addig maradok. Ezt a kezébe kiírjátok rá, Gané vagyok, rátámadtam királyomra. Fogod tudni? Az unokám is felség. Addig maradok, amíg a keserét találnak rajta az abálni valót. És mindenkit odahajtani, mindenkit! Az orrát és az ajkát lemetszeni. Így. Hadd látszódjanak a fogai. Szoka! Nem jut más eszembe! Kilenc évvel később. Mi, Károly Isten kegyelméből Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Ráma, Szerbia, Halics, Lodoméria, Kunország és Bulgária királya, Salerno fejedelme és Szent Angyalhegy hűbérura, Krisztus minden hívének, mind a jelenleg élőknek, mind az eljövendőknek, akiknek ez oklevél tudomására jut, üdvöt mindenki üdvözítőjében. Az Úr 1339. évében Kázmér Lengyelország királya július havában Visegrádra jött Károly királyhoz országos püspökeinek és bároinak kíséretében. És ezeknek egyetértésével és akaratából Lengyelországot szabad elhatározással Lajos úrra hagyta, fiára Károly királynak és nővérének, mivel neki nem volt fia. Erről kétséget nem hagyó oklevelet is készítettek.